Sportmagazin. A heti sporttárs a Pirtóvil Kft. Támogatásával. A favágók 12-szer is. Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a 2016-17-es bowling idény. 28 csapat mérkőzött a 4. Kupi Kupa strandkézilabda tornán. Pókra emlékeztünk. Kispályás öregfiúk kupa segít életben tartani Gulyás József szellemiségét. Újabb tenisz siker. Városunk ad otthont az első osztályú bajnokság 4-es döntőjének. Ismét Európa tetején városunk klasszis úszója Juhász Janka. Szép nyárestét kívánok Önöknek! Janka az ifjúsági kontinens bajnokságon Izraelben a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként új Európa csúccsal lett aranyérmes. Többek között erről is lesz szó mai magazinunkban, de lesz még emléktorna, ünnepélyes eredményhirdetés, első osztályú tenisz és strandkézilabda is. Beszélgető partnerként két ifjú, csinos hölgy érkezik, akik nem utolsó sorban nagyon okosak is. Hamarosan érkezik Vas Luca és Szilvási Gréta. Remélem velünk tartanak a következő fél órában. Hanyatt Ese, Gold Girls, Homokfutók és Kupi Cicák. Többek között ezek a csapatok vettek részt az idei, immáron 4. Kupi Kupa strandkézilabda tornán a Vadkerti tó partján. A szervező Kiskunhalasi UKSC szombaton és vasárnap 28 csapatnak nyújtott játék és versenyzési lehetőséget, prolóként pedig pénteken az utánpótlás mutatta meg, milyen is az igazi strandkézilabda. Kézilabda kicsit, sokak szerint nagyon másképp. A strandkézilabda népszerűségre egyre nő, szinte minden esztendőben megduplázódik a versenyek kupák száma. A titok, ha van ilyen, a különleges szabályokban rejlik. A kézilabdához képest sokkal gyorsabb ez a strandkézilabda. 3+1 játékos van a pályán, védekezésben 3 védő, 1 kapus, támadásban 4 támadó, akiben az egyik liberó vagy nyúl, az ő gólja 2-t ér, illetve a pörgés, meg a kínai a levegőbe elkapott labda is kapuba jutott, ott is 2-t ér. Az idei kupán első nap gyönyörű szép időnk volt, 18 fiúcsapat és 10 lánycsapat vett rajta részt. Nagyon gördülékenyen, nagyon simán lementek a csoportmeccsek, azt hiszem, hogy 52 meccs volt egy nap alatt. A mai nap az időjárás egy kicsit keresztbe húzta a számításainkat, csak 10:30-kor tudtuk elkezdeni szakadó esőbe. A nyári kézlabda sportszakmai szempontból is ideális. Az egész év folyamán egy csarnokba vagyunk bezárva, ott játsszuk a mérkőzéseket, és úgymond egy felfrissülés ez a játékosoknak, hogy egy kicsit kimozduljanak, a szabad levegőn játszunk a homokba. Úgy gondolom, hogy egy olyan érzelmi feltöltődés a csapatoknak, ami nagyon-nagyon hasznos az alapozás megkezdése előtt, illetve nem elhanyagolható a rehabilitációs tevékenység is, mert a homokon való futás nem terheli annyira az izületeket, úgyhogy az izmok erősítésére egy kiváló lehetőség, és hát a harmadik nem utolsó szempont, hogy a közösségépítés és a buli szempontjából igen fontos, és hát le a kalappal a szervezők előtt, akik a második napi most a időjárási körülmények ellenére is úgy összekapták ezt az egész rendezvényt, hogy öröm itt lenni, öröm játszani. A 10 csapatos női tornán a Soltvadkerti téje előtt a Gold Girls megvédte tavalyi elsőségét. Felemásra értékelem a teljesítményünket, most a döntőbe az első fél időt nagyon elszúrtuk, de a másodikba összekaptuk magunkat, aztán a szétlövésben meg szerencsénk is volt. A csapatunk picit átalakult, a 8-ból 4 ember maradt, és akkor kicsit ki kellett egészíteni régi old girls-ökkel, mint Vöröshenny és Veres Zsuzsi, mind a ketten NB1-et megjárt kapusok. Nagyon jól teljesítettek le a kalappal a fiataljaink előtt, akik tavaly is voltak, Bényi Lüca meg a Sendula Fanni, és egyébként pedig nagyon örülök, hogy sikerült megvédeni a címünket. A férfiaknál 4 csoportban 18 csapat küzdött a helyezésekért. Végül a lassan örök másodiknak tekinthető Kupi tímet a fináléban legyőzve, a kiskunfélegyházi homokfutók vihették haza a 2017-es serleget. Nagyon jó volt a lebonyolítás, nagyon jók voltak a meccsek, nagyon jók voltak a bírók. Igazából már nem is tudok mást hozzáfűzni. Egy nagyon színvonalas levezényelt, még az eső dacára is, ami sajnos itt keresztbe húzta, gondolom, a vezetők számításait, de még ennek hatására is egy nagyon jó tornát tudtunk játszani. Köszönöm. Milyen volt a döntő? Úgy érzem, sima a második félidőt kivéve. Nagyon fölkészültünk, tudtuk, hogy mit csinálnak. Nagyon okosan, taktikusan játszottunk.
Jövőre jöttök? Mindenképpen. Már le van foglalva a szállás. 12 éve zajlik városunkban a bowling csapatbajnokság, amely több mint 10 mindenre elszánt gurítós gárdát mozgat meg hétről hétre. Az idei végeredmény nem hozott meglepetést, hiszen a favágók lassan örökös bajnoknak tekinthető, de idén a második és a harmadik hely sorsa minimális különbséggel dőlt el. A napokban véget ért a 2016-2017-es városi bowling csapatbajnokság. A közel 10 hónapos gurítás sorozat után ünnepnek, eredményhirdetésnek adott helyet a Centrum Sportközpont. 11 csapat indult a városi bowling bajnokságba, az eddig megszokott csapatok indultak. Egy női csapatunk is van, hála jó Istennek. És minden csapat mindenkivel játszik, ami azt jelenti, hogy van egy őszi fordulónk és van egy tavaszi fordulónk. Hogyan érzékeled az elmúlt évekhez képest, milyen színvonalat képviselt ez a bajnokság? Én igazából másfél-két évvel vetettem bele magam a bowlingba, és azt látom, hogy nagyon jó hangulatú meccsek vannak, és néha igazán kiemelkedő eredményeket is lehet tapasztalni náluk. A csapatbajnokság a vártnál jóval szorosabb versenyt hozott. Végül a Soltvadkerti Szekeres Pálinka együttese ért oda a harmadik helyre. Én nagyon meg vagyok elégedve vele. Ha jól emlékszem, tavaly is itt beszélgettünk, és én akkor is mondtam, hogy játék, mi ezt úgy gondoljuk. És van még egy opció, ami miatt én nagyon elégedett vagyok, hogy szerintem mi vagyunk a legmagasabb átlag életkorú csapat. Ha jól számoltunk, a múltkor így összegeztük, és 50 év fölött valami átlag életkorunk. Fél pont volt a különbség a második és a harmadik helyezett csapat között. Hát igen, elvesztettünk olyan meccset, amit nem kellett volna. Jövőre? Hát jövőre szerintem ugyanígy nekihúzózkodunk, és igaz, hogy azt mondtam, hogy játék, de hát nyerni ki nem szeretne. Talán, ha egy kicsit többet gyakorolnánk, lehetne rá esélyünk. Az ezüstérmes, az egyik trónkövetelő gárda a pontvadászok lett. Én egészen pozitívan értékelem ezt az idei szezont, főleg az ősz volt nekünk nagyon-nagyon jó. Hát merem állítani az első, szerintem az első olyan volt, amikor nem a favágok vezették a fordulópontba a bajnokságot, hanem mi. Veretlenül voltunk össze bajnokok. Hát a tavaszi szezonon sajnos nem úgy alakult, volt 2-3 olyan meccs, ami esetleg nyerhető lett volna, de úgy gondolom így is egy szoros bajnokságot csináltunk a favágoknak. A végén nagyon-nagyon megszorítottátok a favágókat. Hát így van, az őszi mérkőzésen sikerült nyernünk, itt tavasszal egy nagyon-nagyon szoros meccsen kikaptunk 2-1-re, így ők lettek a bajnokok. Ha ott egy picit másképp alakul az eredmény, akkor most más érem lenne a nyakunkba. A győztes, mint eddig mindig, a favágók csapata lett. Az eddig legnehezebb bajnokságon vagyunk túl, legszorosabb verseny adódott az idén. Sérülésekkel küzdöttünk, egyéb problémák is voltak, de időközben erősödött a többi csapat is. A például Szekeres Pálinkáik nagyon sokat tettek azért, hogy erősödjenek, sokat kijártak edzeni, meg is látszott az eredményükön. Pontvadásznak is összejött ellenünk az első fordulóba, és a végére maradt egy 4,5 pontnyi előnyünk a bajnokság végére. Az igazság az, hogy ezt tűztük ki célba, ezt a 12 bajnoki címet, ugye szerettünk volna főzárkozni a Fiat KB Autó tímhez. A motiváció most már arra fog összpontos, hogy mindenki jól érezze magát, hogy jót játszunk. Nem fontos mindig a nyerés, hanem a játék legyen a lényeg, és jól érezzük magunkat. Az egyéni legjobb átlagot, egészen pontosan 197 fát, ami országos szinten is kiemelkedő teljesítmény, Mózer László produkálta. Szerintem annak köszönhető, hogy bowling, ez csak nekem hobbiszerű, és emellett versenyszerűen tekézek, szóval minden héten edzek, és szerintem most sokat segít ebben, hogy meg tudom nyerni itt a bajnokságot. Hogyan tudtad hétről hétre formában tartani magadat? Hát sokat sportolok, emellett futni járok, bicilizek, szóval rendszeresen sportolok, és ennek is köszönhető. Az ünnepélyes eredményhirdetéssel hivatalosan is véget ért a 2016-17-es bowling szezon, de már körvonalozódik az őszi folytatás. Változtatni nem fogunk, a bajnokság menetrendje szerintem marad ez, mert ez egy jó bevált 10 pár éve működő bajnoki rendszer. Próbálunk újabb csapatokat szerezni, és már kaptunk is visszajelzést, hogy fiatalabbak, akiknek nagyon örülünk, talán jeleznék, hogy ők beszállnának ebbe a kezdeményezésbe. De én úgy tudom, hogy a mostani csapatokból is, ahol több fő van, alakulna ki egy vagy két újabb csapat.
Gulyás József, vagy ahogy sokan ismertük, Pók már 13 éve nincs közöttünk. Az emlékét viszont ápolja családja és az a baráti kör, amely évről évre megszervezi tiszteletére a Pók kupát, amelyen a 40 év felettiek léphetnek pályára. A 14. megméretésre 6 csapat nevezett. A foci mellett a nosztalgiázáson és az emlékek felidézésén volt a fő hangsúly. A történetnek az a szépsége még, hogy most lenne 60 éves a Józsi, hiszen 6-án volt a születésnap, és ott eltelt a születésnap, amely is emlékezünk, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Harkai Péter üdvözölte a 14. alkalommal megrendezett Pókkupa résztvevőit a Bundzsák Dezső Sportközpontban. 6 csapat nevezett a megméretésre, amely sokkal többről szólt, mint eredményről, gólokról, cselekről. Egykori játékostársak találkoztak, felidézték a közös emlékeket, és fociztak is egy jót. Persze azért voltak rangadók is. A Kiskunmal és a Sóstó mérkőzés ide tartozott. Gól nélküli döntetlen született, de a két csapat kapitány mégsem ezt emelte ki. Én úgy gondolom, hogy a Józsi emlékét ilyen módon is meg kell, hogy őrizzük. Egy nagyszerű sportember volt. Nagyszerűen támogatta, segítette ezt a csapatot, amit nehéz ezt kimondani, de szerintem azóta, ha se teszi meg senki. Egy jó érzés, régi barátokkal, régi társakkal találkozni. Úgy éreztem, hogy mozgok egyet. Hát most ennyi volt benne. Az emlékek ápolása az egy nagyon fontos, és nagyon nagy öröm, hogy sokadik évben meghívást kap a Kiskunmal Öregfiúk csapata is erre a tornára. Természetesen jó szívvel emlékezünk vissza a Józsinak a munkásságára, és kívánjuk, hogy ugyanolyan sikerek legyenek a Majsai futballban, mint annak idején, amikor MB2-ig vezette a Halasi csapatot. Az eredmény az természetesen akkor válik fontossá, amikor elkezdődik a mérkőzés. Előtte, utána a baráti társaság, mindenki ismer mindenkit, gyakorlatilag a társasága a mozgató rugója az egész rendezvénynek, de a bírói csipszó után csak a győzelem az elfogadható eredmény. Két játéktéren zajlottak a mérkőzések. A tavalyi bajnok Meadows Büfé címvédésre készült, ennek megfelelően játszott. Gáspár Imre vagy, ahogy mindannyian ismerjük, Gazsi, büszke arra, hogy pályára léphet ezen a tornán. Én a Gulyás Józsival ugye együtt dolgoztam, itt a Kac Meadowsnál. Nagyon fájt annak idején az elvesztés, és nagyon-nagyon örülök, hogy most évek óta már egy ilyen lehetőségben van részünk, hogy az emlékére összejöjjenek a régi ismerősök, barátok, és focizzunk egyet, jó? Bár kicsit meleg van, de ezt majd inkább a labdafutatásával próbáljuk meg korrigálni. Milyen élmény egyébként újra pályára lépni Kiskolason? Hát ez mindig nagyon nagy élmény, főleg így már lassan közelebb az 50-hez. Nagyon-nagyon örülök neki tényleg, hogy itt lehetek, és nagyon-nagyon nagy élmény. A Forráskút második alkalommal vett részt a kupán. Nekik a legfontosabb a játék öröme volt. Másodszorra vagyunk itt a csapattal, hát a megemlékezés az miatt jöttünk. A játék a fontos, vagy az eredmény? Játék. A sportszerűség, a játék. Menjünk, csináljuk, addig még bírjuk. Szerintem ennyi. A 14. kupát a János Halma nyerte a Kiskumajsa és a Liverpool előtt. Még a legoptimistább helyi teniszrajongók sem gondolták, hogy az első osztályú csapatbajnokság újonca, a Halasi Teniszklub gárdája 2 győzelemmel nyitja sporttörténelmi idényét. A HTC előbb a Talentum otthonában győzött őrült csatában 5-4-re, majd az Unikese játékosai mentek haza lógórral Halasról. Szombaton újabb párharc várt a mieinkre, most a rutinos Metro RSC együttese érkezett városunkba. Az első osztályú csapatbajnokság legnehezebb mérkőzése várt szombaton a Halasi gárdára. Az ellenfél a fővárosi Metro RSC volt. Ez egy nagyon nagy siker az egész klub életében. Ez egy történelmi siker, és mindannyian nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, hiszen az OB3-ból indultunk, úgyhogy tényleg ez egy óriási eredmény számunkra. Én úgy érzem, hogy ebben a szezonban sikeresen felkészültünk a meccsekre, és minden tőlünk tehetőt megteszünk a győzelemért. Az eddigi 2 mérkőzésen, az egyik mérkőzés eredményét tekintve nagyon jól játszottam, hiszen a párost is az ikertestvéremmel, valamint az egyénit is tudtuk hozni.
Az egyel előbbi mérkőzésen viszont a párosba kikaptunk, egyénit meg megnyertem, úgyhogy az nem volt annyira fényes, de még az is elment. A mostani meccseknél elég erős ellenfelekre számítunk, de megteszünk itt is mindent a győzelemért. Teodor Iker testvére Gellért is élete eddig legnagyobb sikerének tekinti az első osztályú szereplést. Nagyon jó érzés hazai közönség előtt játszani. Mindig egyszerűen annyira jót játszani, hogy egyébként a döntő is, meg az elődöntő is a csapatkapitányunk sikeresen leszervezte, hogy itt legyen. Úgyhogy ez szerintem hatalmas előny. Evés közben jön meg az étvágy, mondják, hiszen kettőből kettőt megnyertetek. Most mi lehet a mai ellenfeletekről, mit tudtok? Milyen játékerőt képvisel ez a csapat? Hát úgy tudom, hogy ők is megnyerték az első meg a második fordulójukat, úgyhogy valószínűleg mi ketten vagyunk a legerősebbek. Hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyőzzük őket, de nehéz ellenfél, az biztos. A párharc végül vendégsikert hozott. HTC, Metro, RSC 3-6. A Halasi Gárda azonban már készülhet is a hétvégi 4-es döntőre. Azt gondolom, hogy ismét egy mérföldkőhöz érkezett a 30 éves klubunk. Nagyon nagy eseményként kezeljük ezt a rendezvényt. Tulajdonképpen váratlanul ért bennünket a lehetőség, de tulajdonképpen egy jó ötletnek tartottuk, hogy a múltkori győzelmünk után, amikor eldőlt, hogy bejutunk a legjobb 4 közé, akkor megpróbáljuk megkérdezni a Magyar Tenisz Szövetséget, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mi megrendeznénk ezt a versenyt. Meglepő módon ő nagyon nyitottak voltak rá, és az elmúlt napon meg is született a döntés, hogy Kiskunhalas megkapja ezt a 4-es döntő, ahogy te mondod, a Final Four rendezési jogát. Nagyon büszkék vagyunk rá, én azt gondolom, hogy nem csak mi, hanem a város is büszke lehet erre az eseményre. Kétnapos programról van ugye szó, szombaton kezdődnek 11 órakor a verseny, 10 órától már itt tulajdonképpen melegítések vannak, hát ne felejtsük el, hogy az ország legjobb 4 első osztályú csapata lesz itt, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színvonalos versenyt fogunk látni. Hát szeretném, hogyha a város is érezni, hogy ez a rendezvény nem csak a Kiskunhalasi Teniszklubé, hanem az egész városé, úgyhogy mi mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, minden sportrajongót, mindenki, aki a sportot szereti, aki a tenisz szereti, aki látványos mérkőzéseket szeretne látni, hiszen ezen kívül egy óriási lehetőség előtt is állunk, hiszen azért egy országos csapatbajnokságban elődöntőt játszani, esetleg oda bejutni, érmet nyerni, én azt gondolom, hogy valamennyi nagyon nagy siker lenne. Szenzációs teljesítmény nyújtva világbajnoki címet szerzett Rácz Fodor Vivien, a Halasi Szitakötők gyorstollas szakosztály élversenyzője. A Varsóban rendezett VB-n Vivien simán hozta a csoportmeccseket, majd az elődöntőben a regnáló európai és világbajnokot legyőzve jutott a fináléba. Érdekesség, hogy ott egy másik magyar versenyzővel vívott Ádász párharcot, és végül győzött nagy küzdelemben. A hétvégén rendezett nemzetközi Vinogradar labdarúgó kupán a Szilárd RFC 2007-2008-as és a 2009-2010-es születésű csapata győzött, míg a 2005-2006-os gárda a második helyen végzett. Nézzük most képes rövid híreinket. Az iskolai tanév zárása után rendezték Debrecenben az úszó diákolimpia országos döntőjét, amelyen városunkat a Bibó gimnázium 4x50 méteres gyorsváltója képviselte. Lajko Róbert, Antóni Márkó, Koklár Tamás, Horváth Marcell, Egré László összetételű csapata végül az 5. korcsoportban a 11. helyet szerezte meg. A Halas Fitness Egyesület versenyzői sem pihennek a nyári szünetben. A Balatonfüreden rendezett Európán elnevezésű nemzetközi versenyen egyéniben Miskei Léna és Kribanek Dóra a 4., Zsebedics Alexa 5. lett. A duóknál a Miskei Léna Kosik Kitti 2-ös bronz, míg a Kribanek Dóra Tasinelli páros ezüstérmet nyert. A Hirsch Lili, Kosik Kitti, Kribanek Dóra, Tasinelli, Zsebi Dóra összetételő csapat a 4. helyet szerezte meg. Nyilvánossá tette felkészülési programját Stetakovics Marinko, a Faddikor Kiskunhalasi FC edzője. A megyei bajnokságban 6. helyen végzett gárda július 11-én kezdi meg felkészülését az őszi idényre. A tematikában heti 4 edzés és egy felkészülési mérkőzés szerepel rendre idegenben. Szükség is van az erőltetett menetre, ugyanis a KFC augusztus 5-én már Magyar Kupa mérkőzést játszik, az első bajnoki forduló az augusztus 12-i 13-ai hétvégén lesz.
Kedves nézők, az idénynek megfelelően folytassuk úszással. Vendégük ma este Vas Luca és Szilvási Gréta. Magyar válogatottak, magyar bajnokok. Jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét, sziasztok! Hát úsztatok-e ma? Ez van az első kérdésem, de hát ez egy, valószínűleg egy buta kérdés volt. Igen, én reggel. És akkor mennyit úszol ilyenkor? Hát én már csak levezetek, úgyhogy egy olyan 200 métert. Ennyi volt összese? Megtornáztam, úgyhogy azért nem lazsáltam én sem, de már csak levezetek. De azt is mondtad az adás előtt, hogy remélet, hogy Novotny Attila nem nézi ezt a műsort. Gréti, te mit úsztál ma, és mennyit teljesítettél, hogyan ment az úszás ma? Mi Attilába voltunk lenn délután edzésen, mert mi még készülünk a Junior Európa bajnokságra, szóval mi még azért rójuk bőven a kilométereket. Ma szerintem olyan 7-8 körülbelül, de mostanában vannak ilyen 12-es etapok is, mert ugye 10 kilométerre készülünk. Beszélünk. Igen. Úgyhogy hát volt egy hosszú edzésünk, de voltam úszni. Nagyon-nagyon jól tanultok, ez köztudomású rólatok mind a kettőtökről, és ez nekem mindig érdekelt, hogy hogyan lehet az élsportot, az ilyen jellegű élsportot, amikor van napi 2-3 edzésetek, úsztok 10-valány kilométert, hogy lehet beosztani az időtöket, hogyan lehet jól tanulni? Hát elég nehéz, mi este szoktunk, legalábbis én, de hát nagyon sokat köszönhetünk a Bibónak, hogy ugye magántanulók vagyunk, és nem kell bejárnunk mindig. És te könnyen tanulsz egyébként, hogy hogy megy ez a dolog, mert ez egész más részt venni a tanórákon, és te magántanuló vagy, gyakorlatilag arra az órára mész be, amelyikre akarsz, gondolom én. Igen. Hát szerencsére könnyen tanulok, mondhatom ezt, úgyhogy igen. Nem is akár hogyan, hiszen most már negyedszer lettél országos szinten a jó tanuló, jó sportoló díjazottja. Ezt hogyan fogod egyáltalán, vagy ezt meg lehet szokni egyáltalán? Hát azt hittem, nem tud már meglepetést hozni, de most hívtak fel először Pestre, hogy átadják, és hát igazi élmény volt felmenni és személyesen átvenni. Neked hogy megy a tanulás, és hogyan tudod beosztani az idődet? Én is évek óta kitűnő tanuló vagyok, a jó tanuló, jó sportolót most idén nem adtuk be, de az elmúlt években igen, akkor mindig megkaptam én is a Lucával együtt, és ahogy a Luca is említette, azért valóban nem egyszerű ezt ugye összehozni, viszont én is esténként tanulok, ugye az edzések után, meg hétvégente, mikor ugye nekünk szombat délben van vége úgymond a heti edzés szériának, és akkor ott a szombat délután szabad vasárnap, akkor készülünk ugye jövő hétre, és hát igen, tényleg sokat köszönhetünk a Bibónak, meg az, hogy amikor bent vagyunk iskolában, akkor ugye nagyon sok tanár felajánlja, hogy segít nekünk, hogyha valamit nem értünk, akár külön is, meg beülünk az órára, és szerencsére én is könnyen tanulok, úgyhogy azzal nincs probléma. Nagyon jó tanultok, ezt most már elmondtuk, és valószínűleg nagy terveitek vannak a továbbtanulást illetően, de most arra lennek kíváncsiak, hogy annyi szép eredményt értetek már az életek folyamán. Melyikekre vagytok leginkább büszkék? Luca? Hát én arra, hogy országos bajnokok lettünk a váltóban. Váltóban. Igen, ez számomra a legnagyobb eredmény. És hát ugye voltam tavaly az IFI Európa bajnokságon, de az sajnos csak tanulópénz volt, úgyhogy egyértelműen az országos bajnok címre. Neked? Hiszen neked azért még sok minden tarsolyban van. Én is nagyon büszke vagyok az országos bajnoki címünkre a váltóval, főleg arra, hogy ugye a tavalyit idén meg tudtuk ismételni. Akkor nekem tavaly az országos bajnokságon egyéniben lett egy ezüstérmem 200 méter vegyesen, ugye a felnőtt országos bajnokságon. Akkor, ha régebbről beszélünk, hogy én serdülő Európa bajnok vagyok 200 méter vegyesen, meg most voltunk az elmúlt pár hétben volt a nyíltvízi országos úszóbajnokság, meg a medencés, ahol az abszolútban mind a két helyen a 10 kilométert sikerült megnyernem, úgyhogy én ezekre. Nagyon jó csapatot alkottok, mondtad, hogy csapatra vagy a legbüszkébb, és ez tényleg így van, hiszen naponta látlak azért benneteket az úszodába. Hogyan fogadtátok ilyenkor, hogyan zajlik? Janka ugye Európa bajnok lesz ilyenkor, cseteltek, vagy dumáltak, vagy SMS küldetek, hogyan zajlik ez ilyenkor nálatok? Hát én Facebookon követtem végig, ugye, ahogy anyukája posztolta a dolgokat, megbeszéltünk, igen, Facebookon. Úgyhogy és... szuper jó érzés. Igen, ez is, hogy ugye csapatba úszunk, és tényleg az, hogy annyira olyanok vagyunk, mint egy kis család, és tényleg, hogyha a verseny előtt érzi, hogy esetleg valami, tegyük föl, mondjuk nem jó, vagy valami, akkor bizalommal fordul hozzám is, és mindig nyugtatom, hogy de, biztos, hogy jó lesz az, meg nagyon ügyes vagy, meg ott voltam végig, tudom, hogy te is rendesen edzettél, és tényleg az, hogy hát követjük természetesen, meg amikor tudunk az idő eltolódás ellenére, és mindig beszélünk egymással, úgyhogy büszke vagyok én is nagyon a Jankára. Küldtetek nekünk egy csomó fotót, én nézegettem, és a kedves nézők is láthatják. Ebben vannak bulisok, jómorosak, jópofák, de mindig vidámak vagytok.
Hogyan kapcsolódtok ki az úszáson kívül és a tanuláson kívül? Van-e valami föltölt benneteket? Hát nagyon sokat járunk moziba. Szerintem havonta kétszer biztos eljövünk. Tényleg rengeteg? Hát ennyi szabad idő mellett ez tényleg soknak számít. Meg sokat járunk egymáshoz aludni, és akkor ilyen pizsama partikat tartunk, mivel bulizni ugye nem nagyon van időnk elmenni. Igen. Neked egy nagyon különleges hobbid van, nekem nagyon tetszett. Mesélj csak erről, erről a reggeliről, a reggeli készítésről. Hát az ott kezdődik igazából, hogy szeretünk enni, ugye, mint úszók. Amennyit ijedtek. És hát igen, én nagyon szeretek úgy otthon, mikor egy kicsit ráérősebb, ugye nem kell reggel 5 órakor kelni és rohanni edzésre, hanem tényleg az van, hogy pihenek, akkor felkelek reggel, és nagyon szeretek, vannak már vettem pár ilyen szép kis tányért, meg forrat, és akkor a ilyen egészséges összetevőkből, mert ugye nekünk figyelni kell azért így a súlyra, meg az egészséges kiegyensúlyozott táplálkozásra is, de azért ilyen palacsinták, gofrik, smoothiek, turmixok. De mondtad, hogy nem akármiból készíted. Hát főleg ilyen egészséges, tehát túróza, fehérje, tojás, tehát az ilyen egészséges összetevőkből próbálom cukormentesen megcsinálni, lisztet sem használok olyan nagyon hozzá, csak ilyen kókuszliszt, meg tehát tényleg olyan, ami egészséges, és igazából szeretek bíbelődni azzal, hogy szépen kidíszítem, szószokkal, gyümölcsökkel, néha virágokkal, aztán az úgy kikapcsol igazából, mert úgy jó egy kicsit mást is csinálni, úgymond hobbiként. Azon kívül mindketten szeretünk sorozatot nézni angolul, nagyon szeretünk angolul is beszélni, meg olvasni. Ez nagyon jó. Egy perc, másfél percünk van hátra a műsorból. Mit terveztek a nyára? Hát neked versenyeid lesznek folyamatosan, de Lucának talán egy kis lazítás is belefér. Mi lesz a nyáron veletek? Hát én most egész nyáron tanulok, mert most nyelvvizsgázom éppen a héten angolból. Ajaj! És egy hónap múlva németből szeretnék, de addig még egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot elvégezni, úgyhogy én most végig tanulok. Ennyi lesz a program, és semmi kis kikapcsolódás? Hát azért elmegyünk egy hétre nyaralni Olaszországba most a hétvégén. És... De viszed a tankönyveket? Persze. És neked mi lesz, hiszen te sok minden versenyen fogsz talán indulni, remélhetőleg? Nekem még a Junior Európa bajnokság van hátra, más tájban Franciaországba fogunk utazni augusztus 1-én, és augusztus 4-től 6-ig lesz a verseny, előtte pedig most hétvégén indulunk 3 hetes edzőtáborba a Balatonhoz, ugye a felkészülési idő még tart, és akkor utána augusztus 2. hetében, tehát amikor vége van a versenynek, utána én is hazautazom, aztán megyünk mi is nyaralni, kicsit otthon eltöltöm, pihenek, aztán utána majd jövök vissza, kezdődik. Már szóltak a fülem, hogy vége a műsornak, de azt megkérdezem még tőled, hogy hát Magyarország rendezi a VB-t, mennyire követitek nyomon, főleg úgy, hogy Janka fog indulni a VB-n. Hát én sajnos nem tudok elmenni, de a tévében biztos, hogy nézzük, meg a Facebookon is követjük. Gondolom te is? Én pedig személyesen is ott lehetek, ugyanis megadatott az a lehetőség, hogy kaptunk ingyenes belépőt a verseny ideje alatt, ugye, mint így sportolók, és akkor végig tudom szurkolni, ha minden jól megy. Reméljük, hogy jól megy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, Gréti, köszönöm, Luca. Köszönjük szépen. Kedves nézők, végül programajánló rovatunk következik. Július 8-án, tehát szombaton 8 órától a Bundzsák Sportközpont ad helyet a hagyományos BSK foci juliárisnak. A kispályás labdarúgó torna mellett hetes rugóverseny, lábtenisz viadal és főzőverseny teszi teljessé a juliárist. Már most lehet nevezni az augusztus 20-ai Halasi Hajtás triatlon versenyre. A 32. Halasi Hajtás viadal további részletei és a nevezési lap megtalálható a www.halasmedia.hu oldalon. A versenyen ezúttal is lesz gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória is. Kedves nézők, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, egy hét múlva.